főtisztelendő püspökatya, kedves kollégák, kedves hallgatók. Ezzel a freskóval kezdeném, mint egy ennek az előadásnak az apropóját, vagy az előzményét. Ez a kép adta, amelyet 1936-ban Ungvári Sándor festett a debreceni Szent Anna templom szentélyének az egyik falmezőjébe. Ez egy freskó ciklus része, az összes többi darabján váradi püspökök láthatóak, ez az egyetlen kifejezetten debreceni vonatkozású darab. Röviden össze szeretném foglalni azt, hogy hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe. A Debrecen városa a török idők alatt alapvetően az erdélyi fejedelem fennhatósága alatt állt, de az idő jelentős részében három felé adózott, és a stabilan református város óriási rutinra tett szert a három hatalom közötti egyensúlyozásban, és aztán a 17. század legvégén ez az egyensúly ez elbillent első Lipót magyar király irányába, és ekkor a debreceni városi tanács arra jutott, hogy jó lenne megszerezni a szabad királyi városi rangot, tehát az akkori rendszerben a legmagasabb szintű kiváltságokat biztosító városi privilégiumot a város számára. Ez sikerült is, 1693-ban ugye megkapta a városi diplomát első Lipóttól a város. Ezt azonban a következő diétán, amely 1708-15-ig több ülésszakban tartó országgyűlés volt, be kellett cikkelyezni. És amikor azt tárgyalták a diétán, akkor a dominánsan katolikus felső tábla javaslatára egy záradékot illesztettek a városi rangot becikkelyező törvénycikkbe, amely arról szólt, hogy jóvá hagyják mindezt és elismerik, de csak úgy, hogyha Debrecen városában alapítanak egy katolikus plébániát és egy ferences konventet. És a részletekbe ezt most nem mennék bele, nyilván erről is lehetne akár több különböző előadást is tartani. Az a lényeg, hogy ez ebben a formában fogadták el a törvénycikket, és ezek után 1716 elején Csáky Imre váradi püspök vezetésével, aki egyben kalocsai érsek is volt, ekkor a vezetésével megindult a tárgyalás a telkek kijelöléséről, amely sikerre is vezetett, végül is őszre meglett a plébánia, meg egyébként a ferences teleknek is a végső határa, vagy a végső mérete. Novemberben kinevezték Kecser István váradi kanonokot plébánosnak, aki 1717 elején egyébként el is foglalta a helyét ott Debrecenben, a telken. És párhuzamosan 1716 elején, amikor még csak a telkekről is csak a tárgyalás zajlott, Bakó János, a váradi káptalan nagypréposztja egy levelében egy ötlettel állt elő a püspökének. Felolvasom, mert talán nem mindenki látja messziről, hogy felséges Istentől vett jókat ugyanazon Isten dicsőségére fordítani akarván, hasznosabb alkalmatosságot magamban nem adinveniálhattam, mintha tisztelendő piárum szkolárum atyákat nemes Debrecen városában fundálnék, melyeket is sub specie plébáni igen jó modalitás volna oda introdukálni. Vagyis azt találta ki, hogy a plébánia örve alatt be lehetne telepíteni a piaristákat Debrecenbe, ami azért szolgálná különösen is az Isten ügyét és a katolikus vallás ügyét, mert a piaristák iskolát is fönn tudnak tartani, méghozzá magasabb latin iskolákat is, és ezzel a térítés meg a helyi lelkipásztori szolgálatot azt emelni lehetne ahhoz képest, mint hogy csak egy darab plébános lenne Debrecenben. Ez a forrás a rend római levéltárában maradt fenn, ugye éppen ezért az eddigi iskola történeti, rendház történeti munkák ezt egyáltalán nem használták. Vannak benne egészen új adalékok, nyilván arra most nem vállalkozom ebben az előadásban, hogy ezeket tételesen összehasonlítsam a Historia Domus meg egyéb forrásoknak az adataival. Mindenesetre ez egy új és talán a legjobb és tömörebb összefoglalását. Új forrás, amely a legjobb és legrövidebb összefoglalását nyújtja ezeknek a viszonyoknak. Ugye 12 pontba, amely egy központilag előírt rendszert követett, 12 pontba foglalva írták le a rendháznak a viszonyait, és
Ott a jobb alsó képen az aláírás sor látszik, a lekopott pecsétnek a helye, és Alexius, a Resurrectione Domini, vagyis Szlopnia Jelek Páter előjáró aláírása, alatta Hannel Venantius atyáé, és még két aláírás, amelyek nem aláírások, hanem az van odaírva, hogy az alábbi atyák távol létében írták föl a nevüket helyettük, hogy mennyire jellemző volt, hogy az atyák egy része távol volt, arról mindjárt szó lesz. És akkor az irat tartalmáról van egy terjedelmesebb bevezetés és befejezése az iratnak, amely nagyjából azt ecseteli, hogy hát ők ott Debrecenben, ugye, teljesen ellenséges terepen eretnekek között működnek. A legfontosabb eredményeket sorolja föl a bevezetés, ez úgy hangzik, hogy először is bejutottak a városba katolikus szerzetes rendként, ami előtte másfél évszázadon keresztül nem sikerült senkinek. A ferenceseket nem említi egyébként az irat. Aztán ezek a toposzok is előkerülnek benne, hogy megszelidítették a hely állatias, kemény és nyakas népét. Előre is elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg a református felekezethez tartozik. Ez van a forrásban. De sikereket is értek el eddigre, meg bejövetelőtől fogva már 25 személyt sikerült visszatéríteni az Anya Szent Egyház kebelére. Köztük ugye ifjakat is, méghozzá nemes ifjakat, akik önszántukból és jó akaratból lettek katolikusok, és a piarista iskolának a hallgatóivá is váltak, ami ugye ott a református kollégium tőszomszédságában alig ha tarthattak kis teljesítménynek a piaristák. Itt az alsó képen a debreceni plébániai anyakönyvnek a megtérteket listázó részének egy kis kivágatát helyeztem be, amiből látszik, hogy tényleg stimmel nagyjából ez a 25-ös szám, és valóban voltak köztük helyi, vagy hát legalábbis Debrecenben tanuló ifjak. Itt alulról a harmadik, az például Bossányi János nevű, akiről annyit jegyzett föl az anyakönyv, hogy Studiosus ex Collegio Calviniensi. Tehát valóban az anyakönyv is megerősíti, hogy ezek az áttérések, ezek eddigre már elkezdődtek. A végén pedig ugye a veszélyeket és a nehézségeket igyekszik hangsúlyozni. Én csak azt emelném ki ezek közül, hogy ezt így leírja ilyen anekdotikusan, hogy a helyi eretnekségükben kitartó kálvinisták közül sokan inkább kerülnek egy utcányit sem, hogy szerzetessel találkozzanak, és azt állítják, hogy démonokkal is szívesebben találkoznának, mint szerzetesekkel. Nyilván sokszínű volt a fogadtatása a piaristáknak, mondjuk ezt így, legalábbis ebből a kevés adatból is láthatjuk. Sőt, azt is mondják, hogy soha nem lehetnek elég biztosak életük felől, tehát hogy helyenként még akár az életüket is veszélyben érezhették. És éppen ezért a ilyen szentszéki misszionáriusi privilégiumokat, meg az eretnek könyvek olvasására vonatkozó engedélyt szerettek volna kérni maguknak a generálistól. Egyébként annak nem találtam nyomát, hogy az előbbi, tehát a misszionáriusi privilégiumot megkapták volna. Jó, tehát arról volt szó, hogy milyen telken voltak. A telken három vesszőből, agyagból és nádból épült ház volt mindössze, illetve egy negyedik. A negyediket használták kápolnaként, a három másikban pedig laktak és tanítottak. Tehát ez három egyszerű vályogházat kell valószínűleg elképzelnünk. A könyvtáruk az ehhez képest viszont már volt, és elegendően felszereltnek mondják, tehát könyvekre sikerült szert tenniük. A történethez hozzá tartozik, hogy 1724-ben volt aztán a nagy templomnak, amelyet talán ismerhet, aki ismeri Debrecent, az alapkő letétele, tehát a következő évtől, vagyis már ettől az évtől kezdve épült a templom. Az alapítvány, amelyet Bakó János letett nekik, az ekkor már a kezüknél volt, vagyis pontosabban megkapták a jövedelmét, tehát már volt, mivel eltartsák magukat és a rendházat, és ezen felül pedig még pártfogókról is beszámol Szlopnia Jelek
házfőnök. A házakat ugye a legelején szlopnyai jelek egyedül, majd néhány hónap múlva másodmagával lakta, egy évvel később pedig egy harmadik szerzetest is kaptak. Ekkor indult el 1721-ben az iskola, és itt azt írja, hogy a mostani évben hatan vannak már, ugye négy pap, egy magiszter, aki az iskolában tanít, és egy segítő testvér, aki a, mondjuk a ház körüli teendőket végzi. És ami nagyon ritka, mert egyébként ezt nagyon ritkán hozzák a piarista források máshol, hogy a világi família, tehát a világi segítői a rendháznak is föl vannak sorolva. Szakács, gazdasszony, kulcsár, két kocsis, 8 lóval, az így kiemelném, mert az elég soknak számít egy rendháznak, 2 gulyás, 14 ökörrel, sütőasszonyt, mosónőt, tehát ebből állt össze a rendházat ellátó csapat. Ami ebből nem derül ki, viszont a História Domusból kiderül, és alapvető szerintem itt a debreceni viszonyok megértésében, hogy azért volt ennyi atya és ennyi ló, mert Debrecenből alapvetően pasztorálni jártak a piaristák. Tehát ez nagyon korán kiderült, hogy itt arra van szükség, hogy nem is Debrecenben, mert ott viszonylag limitált volt azoknak a száma, akik katolikus pasztorációra voltak kíváncsiak, hanem a környéken mindenhol. Itt felsorolják egyébként a História Domus Derecskét, Hosszúpályit, Monostorpályit, Balmazújvárost, és az egri egyház megyékben is a hajdúvárosok szinte mindegyikét, Böszörmény, Szoboszlót, Szovád, Dorog, Nánás, Hatház, mindenhol megfordultak a piaristák, ebben a piaristák valamelyike, ugye ebben az időben, ahol valószínűleg egyrészt a katolikus szorványt, ahol volt, másrészt pedig a beszállásolt ezredeket pasztorálták, tehát félig meddig ilyen katona lelkészként is szolgáltak, és ehhez képest az iskolára elég volt egy darab magiszter is. Az iskoláról pedig annyit ír, hogy ezt az aritmetikával együtt a szintaxisig bezárólag, tehát az alsó 4 osztályt tanították, plusz volt egy ilyen külön számtani osztályuk, ami egy piarista sajátosság volt, és ami még izgal, ez máshol is így volt, máshol ezt a 4 osztályt általában 2 tanár tanította, itt a diákság létszáma ezt nem indokolta, ezt is más forrásból tudjuk, hogy ilyen 30 és 50 fő között volt a teljes diák létszám ebben az első néhány évben, egyébként később is, de ekkor is. Ami nagyon érdekes, ez a 7-es pont, amely úgy szól, hogy a városiak eddig ilyen megtagadták tőlük a vendégszeretetüket, és ezért kénytelenek ők maguk elszállásolni és ellátni az összes diákot, akit tanítanak. Ugye nem a városi polgárok teszik ezt. Ami miatt már ekkor arra jutottak, hogy nagyon fontos lenne számukra egy konviktus, ami aztán néhány évvel később Kohári István alapítványának köszönhetően szintén megvalósult. De az ebből a forrásból derült ki, hogy Debrecenben gyakorlatilag máshogy nem is működött a katolikus iskola, mint úgy, hogyha megoldották a diákoknak a szállását és az ellátását is, méghozzá a saját költségükön, és nyilván valahol a telek határain belül. Tehát valószínűleg azt kell gondolnunk, hogy ennek a 3-4 vályogháznak ebben a 3-4 vályogházban nem csak a rendház volt, hanem az összes diák is ebben lakott, és kapott valahogy ellátást, plusz tanult is. És egy kicsit, tehát nagyjából így foglalja össze a forrásunk a piaristák első éveinek a viszonyait. Ebben még a rendelkezésemre álló 2 percben megpróbálok egy-két tanulságot levonni. Az egyik az, hogy ez tipikusnak tűnik egy alapvetően református, mondjuk Észak-Kelet Magyarországra jellemző városra, ahol megjelenik egy katolikus tanító szerzetesrend, hogy egyrészt több pasztoráció és feladatot kapnak, mint általában. Nyilván a plébánia hálózat állapotából is következik ez. Az iskola az kisebb létszámú, és alapvetően a diákok elhelyezése az egy kulcskérdése a működésnek és a működtetésnek. Tehát sokkal inkább, mint egy katolikus városban, ahol minden polgár család tártkarokkal várja a fizető diákokat. Egy más vallású református, egy evangélikus városban a szerzetes rendnek kell megoldania a diákok elszállásolását. A Apor Péter ír egy kiváló ilyen történetet a Metamorphosis Transzilvániában, ebben most nem megyek bele, ami kifejezetten párhuzamos ezzel a történettel. És végül arra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy ennek a történetnek a főszereplői
Szlopnya Jelek, a társai, Halápi Konstantin és a többi piarista, Bakó János is, alapvetően észak-nyugat-magyarországi származású katolikus egyházi pályára lépő emberek, és hogy az a benyomásom kezd más kutatások alapján is kialakulni, hogy a 18. század elejé itteni környékbeli katolikus expanzióban nagyon komoly szerepet játszott ez a alapvetően Nyitra, Trencsén, Pozsony és hasonló megyékből származó egyházi, vagy mondjuk klerikus réteg. És ez valószínűleg az Egri Egyház megyében is tapasztalható. Illetve van egy ilyen piarista rendtörténeti vonala is ennek, hogy Szlopnya Jelek később a meghatározó tartományfőnöke volt a 18. század közepén, sőt 1730-tól a magyar rendtartománynak. Halápi Konstantin az első magisztere az iskolának szintén, és utána még két olyan tartományfőnöke volt a 18. században a rendtartománynak, akik előtte hosszú ideig a debreceni rektorságot viselték. Roppant érdekes lenne utána menni, ez csak egy felvetés, hogy ez pusztán véletlen, vagy van-e valami ilyen társadalmi kapcsolatokban megfogható háttere vagy összefüggés emögött. Köszönöm szépen a figyelmet!